Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Zajlik a munka a Nagy Jenő utcai óvodánál, az épületet várhatóan szeptemberben adják át. Közösségi elrollerek a városban, üzemeltetői pályázatot ír ki az önkormányzat. Költészet napi est a Pécsi harmadik színházban, a teátrumot támogatták a fellépő művészek. Felújítják a Nagy Jenő utcai óvoda épületét. A munkálatok elsősorban az energetikai korszerűsítésre irányulnak. A külső hőszigetelés, a nyílászárók cseréje, a födém szigetelés, valamint a gépészeti felújítások mellett fontos előrelépés jelent az a 9 kW-os napelemrendszer, amely az intézmény áramfogyasztásának egy részét biztosítja a jövőben. Gőzerővel folyik a munka a Nagy Jenő utcai óvodánál, amelynek felújítását már korábban is tervezték. A 2018-ban benyújtott és sikeres pályázat tartalmazott egy olyan költségkorlátot, amely a műemléképületek esetében kedvezőtlen volt, ezért úgy döntöttek, előnyösebb konstrukciót keresnek. Ezt sikerült megtalálni, így 2022-ben a Széchenyi 2020 program keretében 180 millió forint Európai Uniós támogatást elnyerve a munkálatok megkezdődhettek. Kimondottan energetikai felújításról beszélünk, ami azt jelenti, hogy az épület külső oldali hőszigetelése fog megtörténni, nyílászáró csere, födémszigetelés, gépészeti felújítások, villamos korszerűsítés, és ami még fontos, egy 9 kW-os napelemes rendszer kerül telepítésre az épületre, ami a villamos fogyasztás egy részét tudja biztosítani az óvoda számára. A munkálatokat megtekintette Zag Gábor, Pécs alpolgármestere, aki egyben a körzet önkormányzati képviselője is. Stábunknak elmondta, nagyon örül annak, hogy ez a projekt egyszerre jelenti egy műemléképület felújítását, valamint annak energetikai korszerűsítését. Az eddigi tapasztalatunk az az, hogy a munkálatok jól haladnak, és a kivitelező tudja tartani azt az ütemezést, amit vállalt a szerződésben, és nagyon bízom benne, hogy a 2023-24-es nevelési évet a gyerekek már ebben az óvodában kezdhetik meg. A kivitelezés a tervek szerint május 31-én zárul, ezt a 30 napig tartó műszaki átadást követi, ezután pedig ismét visszaköltözhet az óvoda az épületbe. Pécs város a legutóbbi közgyűlésén döntött arról, hogy pályázatot ír ki közösségi elektromos meghajtású rollerek közterületi üzemeltetésére. A beadási határidő a hónap végén zárul, de már több szolgáltató jelezte, érdekli a lehetőség. Az elektromos rollerek számára nem telepítenek közterületi töltőállomást, kizárólag a járművek parkoltatására alkalmas helyeket jelölnek majd ki a közterületek burkolatán. Az önkormányzat célja, hogy a település minél inkább élhető legyen. Ennek egyik fontos feltétele a közösségi közlekedés, valamint az egyéni mobilitási lehetőségek fejlesztése a rendelkezésre álló korszerű technikai eszközökkel. Ruzsa Csaba alpolgármester a témában tartott keddi tájékoztatón elmondta, mindez nagyon fontos ahhoz, hogy Pécs hosszú távon meg tudjon felelni a klímasemlegesség szempontjainak, és valóban zöldvárosként működjön. Valójában ez a 2030-2050-ig megfogalmazott zöld vagy megújuló város vagy élhető város koncepciónak az egyik fő eleme, hogy hogyan tudjuk a közösségi közlekedés irányába, illetve a mikromobilitást olyan irányba tenni, hogy minél inkább ezeket a szolgáltatásokat használják a pécsiek, és ugye kevésbé mondjuk a dízelüzemű autók legyenek a fő közlekedési módszerek. És ennek a kísérletnek az első eleme az, hogy hogyan lehet egy elektromos rollert, adott esetben a buszközlekedést és az elektromos kerékpárokat ötvözötten komplexen kezelni, és ennek a kísérlete indul most el június elején Pécsen. Az új pécsi szolgáltatás bevezetése előtt egy évig tanulmányozták más városok tapasztalatait. A rollerekhez nem kapcsolódik majd töltőállomás, viszont 60-80 parkolóhelyet létesítenek, ahol a járművek elhelyezhetők. A használat során veszélyforrást jelenthet a gyalogosok közelsége a sétáló utcákban, ezért erre is született megoldás.
az a döntés született, hogy csak úgy, mint a kerékpárok esetében maximum 10 km/órás sebességgel lehet majd haladni a sétáló utcákban. Ez pedig a szolgáltató fogja tudni nagyon könnyen biztosítani, ugyanis ez a rollerek GPS alapúak, amikor azt érzékeli a roller, hogy egy sétáló övezethez közelít az eszköz, abban az esetben le fogja szabályozni az eszköznek a sebességét 10 km/óra alá. Ezáltal várhatóan a felhasználók elkerülik a sétáló utcákat, illetve ha mégis arra visz az útjuk, akkor biztonságos sebességgel kénytelenek hajtani. A közlekedés biztonságához természetesen fontos a megfelelő városi infrastruktúra is. Aut István önkormányzati képviselő elmondta, ennek fejlesztése folyamatos. Egyre több helyen megújulnak nem csak az utak, de a kerékpárutak is. Ugye jelenlegi szabályozás szerint a kerékpárutakon biztonságosan tudnak közlekedni, mint rollerrel, mint elektromos kerékpárral, mint elektromos rollerrel. Az e-rollerek közterületi üzemeltetésével kapcsolatos pályázat április 28-án zárul. Utána megtörténik a szolgáltató kiválasztása és a szerződéskötés. A tervek szerint júniusban már elindulhat a szolgáltatás, amely a Budai Vámtól a Szigeti útig, a Magaslati úttól a Kertvárosig a város legnagyobb részét lefedi majd. Felújítás indult ma Malomvölgyben. A munkálatok a Kőkényi tó keleti oldalán az úgynevezett Muszunk völgy felüli oldalon található fahidat érintik, mely az elmúlt évek során elhasználódott balesetveszélyessé vált. A Biokom ezért a szerkezet teljes átépítése mellett döntött. A rekonstrukció ideje alatt a mai naptól kezdődően a hídon nem lehet átkelni. Az építési területet kikerülni, a patakon átjárni, keleti irányban a parkoló érintésével lehet. A felújítási munkák az időjárástól függően előre láthatólag 3 hétig tartanak majd. Tavaszi és nyári ruhaadományokra van szüksége a Támasz Alapítványnak, ebben a lakosok segítségét kérik. A szervezet nagyságrendileg 1000 olyan hajléktalan emberről gondoskodik, akik jövedelem hiány nem tudják maguknak beszerezni az egyes évszakoknak megfelelő ruházatot, így azokat az alapítvány biztosítja számukra. Elsősorban jó állapotban lévő ruhaneműket és lábbeliket várnak a Dugonics utcai nappali centrumukba. Ezek közül a leginkább nadrágra, alsóneműre és zoknira lenne szükség, mert abból van a legnagyobb hiány. Fonyó József az intézmény vezetője stábunknak elmondta, minden felajánlásnak örülnek, azonban szeretné felhívni a figyelmet arra is, hogy elhasználódott cipők, illetve ruhák lehetőleg ne kerüljenek az adományok közé. Nagyon fontos az, hogy jó minőségű, tiszta, használható ruháról legyen szó, amit a mindennapi életben használnak az emberek, tehát normál viseletre alkalmas nadrág, cipő, póló, pulóver, tehát ezek mind hasznosak. Azok a dolgok, amik megmaradtak otthon, és igazából már senki nem szeretné felhúzni, az nem biztos, hogy erre az adományozásra alkalmas. Április 11-e a Parkinson betegek világnapja, mely alkalomból Pécset szerdán a Vasutas Művelődési Házban tartotta meg éves értékelését az érintetteket összefogó helyi szervezet. Mivel a kor egyre több fiatalt is érint, a Parkinson Betegek Egyesülete nagy hangsúlyt fektet a tünetek korai felismerésére és a terápiákra, melyben nagy szerepe van a mozgásnak és a művészeteknek. A szerdai esemény részeként egy kiállítás megnyitót is szerveztek az érdeklődők számára. Piros tulipánnal kedveskedtek mindazoknak, akik április 12-én ellátogattak a Vasutas Művelődési Házba a Parkinson világnapja alkalmából rendezett összejövetelre. Ez a tavaszi virág jelképezi ugyanis azt a kort, mellyel hazánkban körülbelül 20-30 ezer ember él együtt. Baranyában a Parkinson Betegek Egyesülete fogja össze és támogatja különböző programokkal az érintetteket és családtagjaikat. Emellett küldetésüknek tekintik a társadalom szemlélet formálását is. Sárvári Erzsébet a szervezet elnöke szerint ugyanis fontos a betegség tüneteinek korai felismerése, de még fontosabb, hogy a betegek megfelelő információval rendelkezzenek arról, hogy hogyan tarthatják szinten egészségi állapotukat. Ott tartunk, hogy szórólapon és előadáson is ismertetjük a Parkinson betegség korai és későbbi jeleit, illetve azt, hogy hogyan lehet Parkinson betegként
élni minőségben, komfortérzetben, megfelelően, és a társainkkal együtt. Ugyanúgy, hogy a többi idős, vagy kevésbé idős, mert a Parkinson sajnos nem csak az idősek betegsége, 20-30 évesen is már van diagnózissal rendelkező betegtársunk. Az Egyesület a Világnap alkalmából évet is értékelt, valamint egy amatőr festő kiállítását is megtekinthették a résztvevők. A művészetek ugyanis fontos szerepet tölthetnek be a terápiákban, Béres Mária ezért egy olyan egyszerű technikát ismertetett, melyel akár a Parkinson betegek is bátran kísérletezhetnek. A képeket fölvágják ilyen apró pici puzzle darabokra. Azokat beszámozzák, és a számokhoz adnak mindig festékeket. Tehát azt kell tennünk, hogy a számokat és a számos festéket, egy vízbázisú festéket párosítani kell. Az ünnepi közgyűlésen a tagok már a jövőt is elkezdték tervezni. Az Egyesület ugyanis 2024-ben egy nagyszabású rendezvénnyel emlékezne meg fennállása 20. évfordulójáról. Kortárs magyar szerzők, írók, költők és zenészek együtt ünnepelték kedden a költészet napját a Pécsi harmadik színházban. A verses zenés ünnepi jótékonysági est is volt. A művészek tiszteletdíjukat a harmadik színház támogatására ajánlották fel. Sírt a fikász az utcán, mindig jön egy barát, és ha a kedved fogytál, ő énekel tovább. Bársony Nesz Inok címmel rendeztek zenés, verses jótékonysági estet kedden a költészet napján a Pécsi harmadik színházban, ahol kortárs írók és költők olvastak fel részleteket saját szövegeikből. A teátrum évtizedek óta mutatja be hitelesen a kortárs magyar szerzők műveit. Az estet Balog Robert író költő szervezte. A fellépésre helyi, illetve magyar szerzőket kért fel. Pécset elég sokan élünk, és meglepődve tapasztaltam azt, hogy azon kívül, hogy meg kell néznem a naptáramat, hogy rendben vagyok-e, azon kívül nem kért szinte senki több időt, hogy most ezen el kelljen gondolkoznia, hogy itt jö. Az ügy maga az, hogy a harmadik színháznak lehet segíteni, ez annyira erős hívószó volt, hogy gyakorlatilag működött magától. A költészetnapi előadáson a fiatalok körében rendkívül népszerű slam poetry és a zene is helyet kapott a Szélkiáltó Együttes és Beck Zoli jóvoltából. A költők és írók mellett a zenészek is fontosnak tartják a teátrum városban betöltött szerepét. Mint ismert, a Pécsi harmadik színházat a megszűnés veszélye fenyegette, az elmúlt hónapok akcióinak köszönhetően maradhat fent a több évtizedes intézmény. Azt hiszem, hogy ezért fontos itt az Urán végnél, hogy legyen egy olyan hely, ami nézd idáig a szinte a város széléig kinyújtózva tudja a magas kultúrát és a színházi kultúrát és a kultúrához kapcsolódóan a társadalmi találkozó helyet, mint olyat biztosítani. A József Attila születésnapján rendezett jótékonysági estet követően a művészek tiszteletdíjukat a harmadik színház támogatására ajánlották fel. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Csütörtökön egy hidegfront érkezik térségünkbe, többfelé várható zápor, zivatar, és még a szél is megélénkülhet. Napközben maximum 21 fok valószínű. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk, majd viszontlátásra.